A csapatok között a negyedik csoportban a magyar Kaiser János mérkőzik a szlovák Marian Kamiennel. Időközben az ötödik csoportban a Dacian Maxin Barabás Balázs kettős legyőzte a francia Julien Bosro Stefan Gilles Martin duót, és még az is elképzelhető, hogy a csoportjukból tovább jutnak. Itt a mi csoportunkban a magyaroknak van már egy győzelme. Major és Karzer 3-0 arányban verte a Thomas Falco francia-olasz párost. Itt pedig az első mérkőzésen Major 3-1-re verte a Velszi Matthews. Nálunk pedig 2-2. Kazer János 59 éves. Az egyes kategóriában a 21. helyen áll a csoportjában a ranglistán, még a kerekesszékes világranglistán a 238. helyet foglalja el. Ugyanez az adat Marian Kamiennél 31, illetve 250, úgyhogy János 12 helyjel jobban áll, mint szlovák ellenfele, aki 3-2-re vezet az első szedben. Rövid fonák szerva, be is jön. 4-3. Immáron ide. Ez meg netes. Nem tudja elkapni János, már másodszor ingatja is a fejét, hogy vagy lehet ilyen ügyetlen. Ezt viszont nem éri el. Azt mutatja, hogy a szlovák versenyző nem az ütőjével, hanem a kezével adta vissza a labdát. Megkérdezik őt, mit szól hozzá. Azt mondja, nem. Tehát ütő volt. A bíró nem foglal állást. Ne vitatkozzunk, mutatja. Játsszunk tovább. Kazer János ingatja a fejét. Marad a 4-4. Nincs meg. Nem jött át a labda. Kamiennél hiába próbálta meg a rövidítést, a saját tér felén esett az le. 6-4 Kaisernak az első szedben. Ez ugyan bejött, de János elérte, úgyhogy 7-4-re vezet. Valami gond van, rossz helyen áll a labdaszedő. Most már jó helyen, lehet. Az adogatás bejön. 8-4. Ezt nehéz volt fogadni, de sikerült. Kaiser is elismeri, hogy szép volt. Kamiennél egészen az asztal szélére tette ki a labdát, amit már nem tudott elérni. Különösen fonákkal, teljesen kitekert helyzetben az ellenkező oldali kezével kellett volna elérnie, mint ahogy most is. Ezt viszont eléri Kaiser, meg is csinálja a pontot. Két labdára az első szett megnyerésétől. Kamiennél még igazít a kerekesszékén. És játszma labdája van a magyar János, magyar Kaiser Jánosnak. Meg is csinálja az elsőt. 11-5-re nyeri a szettet Marian Kamein ellen. Kaiser Jánosnak nagyon sok szép eredménye van. 2012 különösen eredményes volt. A Román Openen aranyérmet nyert csapatban, még a 9. szlovéniai Openen ugyancsak csapatban bronzérmet szerzett. 2011-ben is aranyérmet szerzett, akkor a szlovák nyílt bajnokságot nyerte meg csapatban, illetve ugyancsak 2011-ben a cseh Openen egyéniben ezüstérmes lett. 2009-ben a Lignanói Master tornán bronzérmet nyert
nagy csapattal. Marianne Camien 2011 óta tartja nyilván a ranglista. 2012-ben a Román Openen szerepelt, de ahogy nézem, mind az öt mérkőzését elvesztette. Köztük kettőt éppen a mi Major Endrénktől. Egyszer 3-ra, 4-re és 6-ra, egyszer 4-re, 10-re és 4-re kapott ki az imént látott, az előző mérkőzésen látott Major Endrétől. A legjobb eredménye 2012-ből a szlovák nemzetközi nyílt bajnokságon egy ezüstérem csapatban. Gondolom ezzel most is elégedett lenne. Milyen elkészült a bandázsal, úgyhogy lassan kezdhetünk. Az első szettet a magyar Kaiser János nyerte. Most is volt valamilyen apróbb nézeteltérés vagy vita egy labdán, de a második pont Kaiseré. És az ellenkező oldalra teszi át János. Taps a magyar oldalról, Szabó Rigi is megtapsolja a rutinos magyar pingpongozót. Most pedig János mondja be, hogy szép, mint ahogy az is volt. Kamilyen gyönyörűen tette ki az oldalra. Nem tudta elérni Kaiser. Adogatást ront, nem szabad. Ez pedig necces. Szlovák fiú kéri a labdaszedőt, hogy segítsen. Korosztályváltás volt a labdaszedőknél egyébként azon az oldalon. Ez szép volt. Fogadhatatlan adogatás. 4-4. Tulajdonképpen ez is az. Out volt. Állapodnak meg mind a hárman. Elfogadja, kérdezi a bíró. Elfogadta. Ezt pedig nem érte el. 6-4-re vezet Kaiser János. A második szedben az elsőt ő nyerte. Mindenki elismeri a másikat. Most a magyar asztali teniszező mutatta, hogy kitűnő volt a megoldás.
mint ahogy ez is az volt. 7-5. Ez nem jött át a hálón. Ez pedig az asztal mellé ment, úgyhogy 9-5-re vezet már Kaiser János. Kamilyen adogat. És milyen jól. Érdekes, hogy amikor Major Endre játszott, akkor pont Kaiser mondta, hogy a hasára, és most pont abba a csapdába esik bele, hogy Kamilyen János hasára ütötte ezt a labdát. 9-7-re jön fel a szlovák. Jön a sabuzdítás a háttérből. Kilenc nyolc. Tíz nyolc, játszmalabda. Nagyon gyors volt az adogatás, észnek kellett lenni. És az első labda, az első játszmalabda már jó is. 11-8, 2-0-ra vezett át Kaiser János. Úgyhogy az első mérkőzést Major 3-1-re megnyerte Matthews ellen. Itt pedig az első szettet ő, a másodikat ő. Úgyhogy várjuk a jó folytatást.
eladogat a harmadik szetben. 2-0-ra vezet Kaiser János. Hát ez hogy került az ütöm szélére? Elismerő fejbulintás Kaiser részéről. Szuper, mondja Kaiser. Ez nagyon szimpatikus, hogy a sportolók elismerik a másik jó megoldását, ezzel is bíztatva őket. Hoppá. Kettő-kettő. Ez is jó volt, nem nagyon tudott vele mit kezdeni, Kamián rá sem mozdult. Ez meg aztán de pláne. 4-2. Necces. Ezt még megpróbálta, de már közben mondta, hogy igen, tehát, hogy nem fogja elérni. 4-3-ra jön fel Marian Kamien. Egy kicsit széles volt. Újat kell adni. Ez pedig nagyon necces. Öt-háromra vezet Kaiser János. Rossz volt a fonák nyesés. Ez viszont hosszú. Ez viszont rövid, de ez nekünk jó. 7-4. Nagyon nehéz labdákat ért el János a labdamenet során több alkalommal, és fonákról is, tenyeresről is, olyan helyekről, és olyan módon kellett visszaadni a labdát, ami nagyon nehéz lehet így kerekesszékben ülve. 8-4. Három labdára a mérkőzés megnyerésétől a magyar. Marad is. Hoppá! Ingatja a fejét Kaiser, azt mondja, hogy nem figyelek, tehát hogy jobban kellene összpontosítani. Mint ahogy ennél a szervánál is. 9-6. Mérkőzés labda.
Arjen Kamian adogat. Az első nincs meg. Van még három. Van még kettő. Megvan. 11-8-ra nyeri a harmadik szettet Kaiser János, és ezzel 3-0-ra a mérkőzést, és miután Major az imént megverte a Velszi Matthews-t, ezzel a magyar csapat a páros előtt 2-0 arányban vezet a szlovák Velszi csapat ellen. Jönnek tehát a párosok.